Dicsértessék a Jézus Krisztus! Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Az Úr legyen veletek! És a veletek. Kedves testvéreim, örömmel gyűltünk össze itt a gazdagréti Szent Angyalok templomban, vízkereszt ünnepén, amikor Urunk megjelenését állítjuk magunk elé, azt a megjelenést, amelyben a láthatatlan Isten megmutatja magát az embernek, hiszen emberként megszületett, hiszen a keresztségében, a Jordán folyónál bizonyságot kapott a Szentlélektől, és az Atya hangja elismerésével a szeretett Fiú elénk állt. És emlékezünk az első csodájára is, az Úr Jézusnak a kánai mennyegzőn, amikor a vizet borrá változtatta. Ezzel az örömmel ünnepeljük most vízkereszt napját, a görög eredeti szóval az epifániát, a megjelenést. Nagy szeretettel köszöntöm Gyenge István testvérünket, akinek ma 75. születésnapja van. Ő érte és az 5 évvel ezelőtt elhunyt Iker testvéréért ajánlom föl a Szentmisét. A Jóisten tartsa meg egész családjával együtt, kegyelmében, szeretetében és erőben. Nagy szeretettel köszöntelek mindnyájatokat, és köszöntöm a televízió kedves nézőit. A mai liturgiánknak a bűnbánati része a vízszentelés lesz. Először a sót áldom meg, mint a romolhatatlanságnak a jelképét és eszközét, majd pedig megtörténik majd a víz szentelése, és az újonnan megáldott vízzel hintelek majd meg benneteket a szektoronként, és így ez fejezi ki majd a megtisztulás vágyát és a tiszta élet szándékát. Kedves testvéreim, könyörögjünk Urunkhoz, Istenünkhöz, hogy áldja meg ezt a vizet, amit keresztségünkre való emlékezéssel akarunk magunkra hinteni. Kérjük mennyei Atyánkat, segítsen kegyelmével, hogy a tőle kapott Szentlélekhez mindig hűségesek maradjunk. Könyörögjünk, mindenható örök Istenünk, alázatosan kérjük irgalmadat, áld meg és szenteld meg atyai jóságoddal ezt a sót, amelyet az emberiség használatára teremtettél. Hadd, hogy mindazoknak, akik használják, testi-lelki üdvét szolgálja, amire hintik, vagy amibe vegyítik, az tisztuljon meg a gonosz lélek minden ártó hatalmától és megrontó befolyásától, Krisztus, ami Urunk által. Amen. Most pedig a víz megáldása történik. Istenünk, te az emberek üdvözítésére szánt legdrágább titokzatos ajándékaidat, misztériumaidat a vízből fakasztott számunkra. Hallgasd meg könyörgésünket, és árazd erre a megtisztulás sokféle módját jelképező vízre a te áldásodat. Add, hogy ez a teremtményed mennyei ajándékait szolgálatában üzze el a gonosz lelkeket, tartsa távol a betegségeket és hordozza magában az isteni kegyelem hatékony erejét. A hívek házában, vagy bármely helyen, akármit is érint, vagy meghint ennek a víznek cseppje, az legyen egészen tisztává, minden ártó hatalomtól mentessé. Ne üthessen tanyát ott a gonosz lélek, ne verjen gyökeret a rontás szelleme, szűnjék meg a belopakodó sátán minden cselszövése. Ennek a víznek hintése által távozzék és szűnjék meg minden titkos kór, ami a ház lakóinak épségét vagy nyugalmát veszélyezteti. Hadd, hogy szent neved segítségül hívásával kért épségük és üdvösségük, minden támadással szemben védelmet nyerjen,
Krisztus, a mi Urunk által. Amen. Dicsőség a magasságban Istennek.
Istenünk, te a mai napon a betlehemi csillag fényével vezetted a nemzeteket, és kinyilatkoztattak nekik egy szülöttedet. Add meg jóságosan, hogy szent színed látására jussunk az örök dicsőségben, miután a hitből már itt megismertünk téged, a mi Urunk Jézus Krisztus, a te fiad által, aki veled él és uralkodik a szent lélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Olvasmány Izajás próféta könyvéből. Kelj föl és tündökölj, Jeruzsálem, mert elérkezett a világosságod, és az Úr dicsősége felragyogott fölötted. Mert még sötétség borítja a földet, és homálya nemzeteket, de fölötted ott ragyog az Úr, és dicsősége megnyilvánul rajtad. Népek jönnek világosságodhoz, királyok a benned támad fényességhez. Hordozd körül tekinteted, és lásd, mind egybegyűlnek, és idejönnek hozzád. Fiaid messze távolba érkeznek, s lányaidat karon fogva hozzák. Ennek láttára földerülsz, szíved dobog az örömtől, és kitágul, mert feléd áramlik a tengerek gazdagsága, és ide özönlik a nemzetek kincse. Tevék áradata borít majd el, Mádián és Efad dromedárjai. Mind Sábából jönnek, aranyat és tömjént hoznak, és az Úr dicsőségét zengik. Ez az Isten igéje. Testvéreim, bizonyára hallottatok Isten kegyelmi adományáról, amelyben a ti javatokban részesültem. Kinyilatkoztatásból megismertem Krisztus titkát, amelyről korábban nem tudtak az emberek, de most a lélek a szent apostoloknak és prófétáknak kinyilatkoztatta. Eszerint Jézus Krisztusban a pogányok is társörökösök, tagjai az egy testnek, és az evangélium által részesei az ígéreteknek. Ez az Isten igéje.
az Úr legyen veletek. Evangélium Szent Máté könyvéből. Amikor Herodes király idejében Jézus megszületett a judeai Betlehemben, íme a napkeletről bölcsek jöttek Jeruzsálembe, és tudokodtak, hol van a zsidók egyszülött királya. Látuk csillogát napkeleten, és eljöttünk, hogy hadoljunk előtte. Meghallotta ezt Herodes király, és megrémült, s vele egész Jeruzsálem. Összehívotta a főpapokat és a nép írás tudóit, és megkérdezte tőlük, hogy hol kell születnie a Mesiásnak. Azok így válaszoltak: a judeai Betlehemben, mert ezt írja a proféta. Te Betlehem Juda földje, bizony nem vagy a legkisebb Juda nemzetségei között, mert belüled jő ki a fejedelem, aki pásztora lesz népemnek, Izraelnek. Erre Herodes titokban magához hívotta a bölcseket, és pontosan megtudokolta tőlük a csillag megjelenésének idejét. Aztán ezzel küldte őket Betlehembe: menjetek, tudokozodjatok szorgalmasan a gyermek felől, és ha megtaláljátok, jelentsétek nekem, én is elmegyek, hogy hadoljak előtte. Ők pedig miután meghallgatták a királyt, elindultak. És lám, a csillag, amelyet napkeleten láttak, előttük járt, míg meg nem alapadott a ház fölött, ahol a gyermek volt. A csillagot meglátva nagyon megörültek, bementek a házba, és ott látták a gyermeket anyával, Máriával. Földre borulva hadoltak előtte, majd kinyitották kincses zsákjaikat, és ajándékokat adtak neki: aranyat, töményt és mirhát. Mivel álmokban utasítást kaptak, hogy ne menjenek vissza Herodeshez, más úton tértek vissza országukba. Ezek az evangélium hígei. Kedves testvéreim, itt Gazdag Réten és a televíziók mellett. Emberségünkben testi valóságot, anyagi valóságot képviselünk, ugyanakkor, mint emberek, a kinyilatkoztatott Szentírás, a Teremtés könyve bizonysága szerint Isten képmásai is vagyunk. Láthatatlan tényező is van bennünk, ami szellemiségünkben, ami személyiségünk hordozója, a halhatatlan lélek. Testi mi voltunkból adódóan azonban szükségünk van közvetítőkre, közvetítő jelekre, hogy belső világunkat, szándékainkat, gondolatainkat feltárjuk. A természetes hangképző szerveinkkel, vagy pedig a jelbeszéddel kifejezésre juttatott
jelek közvetítik belső világunk gondolatait. Egyéb testi jelek is utalnak arra, hogy milyen az érzelmi, a hangulati állapotunk, milyen szándékaink vannak. Sokszor csupán testi jelekkel, vagy egy tekintettel, a szemünk állásával, vagy egy mosollyal képviseljük azt, amit belül hordozunk magunkban. A láthatatlan Isten mindezt figyelembe veszi, és megajándékoz bennünket azzal az ajándékkal, azzal a nagy lehetőséggel, hogy önmagát megmutatja számunkra. Istennek az érzékelhető világban való megmutatkozása olyan ajándék, amellyel közel jön hozzánk az Úr, amellyel segít bennünket, hogy élő szeretett közösségünket formálni tudjuk, hogy ez az élő kapcsolat valóságos legyen. Jelet ad az Úr magáról. A kimondott szó is jel egyébként, a kinyilatkoztatott üzenet, a Szentírás, a kinyilatkoztatás, de az Úristen egészen emberi és érzékelhető módon is jelet adott magáról. Erről ír már Izaiás próféta, amikor a megváltóról jövendőlve elmondja, hogy íme a jel, jelet kap a világ. Ez abban az időben is egy bátorító üzenet volt, amikor az elhangzott a maga történelmi környezetében, de a jövőbe mutató jelről beszél. A szűz méhében fogan és fiút szül, és a nevét Emmanuelnek nevezik. És ezt azt jelenti, hogy velünk az Isten, tehát megmutatja magát. A bizánci ikonoknak van egy nagyon kedves ábrázolása, amikor a szűzanyát mutatják a gyermek Jézussal, de nem a karján ül a gyermek a szűzanyának, az ölében, még inkább a méhében hordozza a gyermeket, és ez a profétai jövendőlés jelenül meg ebben a nagyon szép ábrázolásban, a jel, tehát a Madonna a jellel, a Krisztusi jellel. Tehát Urunk megjelenése azzal kezdődik, hogy ő emberként megszületett. És karácsonykor, illetve a keleti hagyományok szerint január 6-án ezt a születést szoktuk ünnepelni. Valójában ez is egy karácsony számunkra, a vízkereszt napja, mert az elsődleges jel a gyermekben mutatkozik meg számunkra. Aztán kaptunk egy másik jelet is. Ugrunk az időben, és majd egy külön ünnepként a jövő vasárnap Urunk megkeresztelkedésére gondolunk. 3 évtizeddel előre megyünk az időben, és találunk egy másik jelet a bibliai leírásokban. A felnőtt Krisztus oda megy a Jordánhoz, és megmerítkezik a Jordán vizében, és megjelenül a Szent Háromság. Az Atya elismeri az ő fiát, az ő szeretett fiát, és a lélek, mint egy galamb, leszáll Jézusra. És a víznek ez az áradása valójában ez adja meg a mai ünnepünknek az elnevezését is a magyar nyelvben, illetve az a szertartás, amit most elvégeztünk a Szent Mise kezdetén, erre a keresztségre való emlékezéssel megáldjuk a vizet. Mi csak egy néhány tálban, edényben, keleti testvéreink folyókat áldanak meg ilyenkor, és nagy vizeket, de mindez arra a lelki erőre, megtisztulásra utal, amellyel az Úristen bennünket megajándékoz, hogy Jézushoz tartozóak, és mi is szeretett fiai legyünk Istennek. A 3. jelet
a kánai mennyegzőn fedezzük föl, és ez a vízkereszt ünnepének a harmadik evangéliumi eseménye, amikor, bár még nem jött el az ő órája, de Jézus édesanyjának figyelmessége nyomán csodát tesz a kánai mennyegzőn, a vizet borrá változtatja, és ezzel nyilvánítja ki az ő istenségét, az ő csodatévő erejét. Mert hiszen mind a három jelben ez a nagyon fontos tény és üzenet, hogy ezek a látható jelek a láthatatlan Istent jelzik számunkra. A megszületett gyermek, aki Isten fia, a Jordánban megkeresztelkedő Jézus, akinek megkeresztelkedésével az egész Szent Háromság teljessége megmutatkozik, és az isteni erő kiárad a kánai mennyegzőn Jézus csodájában. Észre kell vennünk a jeleket, ez a mai vasárnap üzenete, mert az epifánia, mint említettem, megjelenést jelent. Az Úr megjelenésére utal, a láthatatlannak érzékelhetővé válására kell gondolnunk. Az Úristen így ad jelet önmagáról, hogy a mi emberi valóságunk tapasztalati megközelítésében is elérhetővé legyen. Lássuk őt, halljuk a hangját, érinthessük őt. És a jelek folytatódnak, hiszen egyúttal készülünk az eukarisztikus kongresszusra, bár néhány nappal ezelőtt már elbúcsúztattuk azt a missziós keresztet, amely ezt jelezte számunkra, de gondoljunk arra, hogy a szentségek is jelek, amelyekkel a láthatatlan Isten megajándékoz bennünket, amelyek kegyelmet közvetítenek. És mindemellett a mindennapok jeleire is tekintettel kell lennünk, észre kell vennünk azokat a jeleket, amelyek életünk eseményeiben történnek, amelyekben jelen van az Isten. Nincs az életünknek olyan eseménye, amelyben ne lenne jelen az Isten. A csüggett embernek és az elkeseredett embernek a hangján fogalmazza meg az Úr Jézus az utolsó szavai között a felkiáltást a Zsoltár szavával: én Istenem, Istenem, miért hagytál el engem? De amikor az ember ezt érzi, ilyen dolgokat érez, mintha elhagyott volna az Úr, nem törődik velem, akkor is Istenre gondolunk, csak éppen emberi gyengeségünkben méltatlankodunk, és nem fedezzük fel, hogy az Isten mindig jót ad nekünk, és még a kellemetlen jelek is a jó irányba vezetnek bennünket. Ki tudja miért és hogyan, de mindig megtapasztaljuk azt, hogy ha valami nem sikerül, vagy nem úgy történik, ahogy mi szeretnénk, azok is jelek, amelyek jó irányba vezetik az életünket, és jelzik azt, hogy velem van az Isten. Egy hívő ember azt soha nem mondhatja, hogy az Úr elhagyott, hogy nincs velem mindenben. Ezekben a természetes életünk eseményeit összefoglaló jelekben is ott van az Úr, mert ő szeret minket, és meg akarja mutatni ezt a szeretetét, hogy magához hív, és a maga életébe akar bevonni bennünket. Az Úr megjelent nekünk, mi pedig tanúsítsuk életünkkel, bizalmunkkal, figyelmességünkkel, hogy a köztünk megjelent Istennek szolgálunk, és hálásak vagyunk az ő jeleiért, melyekkel az üdvösség útján vezet bennünket. Amen. Hiszek az egy Istenben,
Testvéreim, a mi Urunkat, hogy vezessen minden népet az igaz hit világosságára. Dicsőséges megjelenésed ébresszen hitet az egész világon. Kérünk téged, világosságodra találjanak rá azok is, akik még nem ismernek téged. Isteni tanításod vezesse el a népeket és vezetőiket az igaz egyetértésre. A hit aranyával, az imádság tömjén füstjével és az áldozatos szeretet mirhájával hódoljon előtted, szent néped. Boldogságot, fényét sugározd otthonainkba. Születésnapját ünneplő István testvérünket és családját, szeretteit halmozd el, Urunk, bőséges kegyelmeddel, a szeretet ajándékával. Mennyei Atyánk, Te elküldted fiadat, hogy általa üdvözüljön a világ. Hadd, hogy mindenütt felragyogjon az igaz hit világossága, és egyházad minden népet egybe gyűjtsön, el nem múló országodba, Krisztus, a mi Urunk által. Amen.
Imádkozzatok, testvéreim, hogy áldozatunk kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt. Kérünk, Istenünk, tekints jóságosan egyházad adományaira, már nem aranyat, tömjént és mirhát hozunk eléd, hanem magát Jézus Krisztust, akit ezekben az adományokban vallunk, föláldozunk, és magunkhoz veszünk, aki él és uralkodik mindörökkön örökké. Az Úr legyen veletek! Emeljük föl szívünket! Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek! Mert valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk néked, mi Urunk, szentséges Atyánk, mindenható örök Isten. Te Krisztusban ma kinyilatkoztattad a nemzeteknek üdvösségünk titkát, hogy világosságára adjon rájuk, és amikor fiat, halandó testünkben megjelent, halhatatlanságának fényével újjáalkottál minket. És ezért mi is, miként az angyalok és főangyalok, a trónod körül álló hatalmas égi szellemek, és minden seregek a mennyben, a te dicsőséget, himnuszát zengjük, és velük együtt vég nélkül énekeljük. Könyörögve kérünk tehát, jóságos Atyánk, fiad, a mi Urunk Jézus Krisztus által, fogadd el és áld meg ezeket az adományokat és ajándékokat, ezt a szent és tiszta áldozatot. Elsősorban szent és katolikus egyházadért ajánljuk fel neked. Tartsd meg békében, őrizd meg egységben, és vezesd az egész földkerekségen, szolgáddal, Ferenc pápánkkal, Péter főpásztorunkkal, segédpüspökeivel és mindazokkal, akik az egyetemes és apostoli hitet hűségesen őrzik és vallják. Emlékezzél meg, Urunk, szeretteinkről, jótevőinkről, családtagjainkról, lelki pásztorainkról, István testvérünkről és családjáról, a kedves média apostolainkról és minden támogatónkról. Emlékezzél meg minden jelenlévőről és a televízió nézőiről is, akiknek hitét és buzgóságát ismered, akik velünk együtt ünnepelnek, akikért ezt a dicsőítő áldozatot felajánljuk, vagy akik ezt felajánlják önmagukért és övéikért, lelkük megváltásáért, üdvösségük és épségük reményében, és hódolatukat bemutatják neked, az örök, élő és igaz Istennek. Amikor most megünnepeljük azt a szent napot, amelyen egyszülött fiad, isteni dicsőséged örök részese, mint valóságos ember,
látható testben megjelent, a szentek közösségében tisztelettel megemlékezünk mindenek előtt a dicsőséges mindenkor Szűz Máriáról, Istenünk és Urunk Jézus Krisztus édesanyjáról, valamint Szent Józsefről, a Szent Szűz jegyeséről, Péter és Pál, András, apostolaidról, vértanúidról és minden szentedről. Az ő érdemeikért és könyörgésükre add, hogy mindenben érezzük oltalmadat. Kérünk Istenünk, fogadd meg engesztelődve ezt az áldozati adományt, tőlünk szolgáidtól és házad egész népétől irányítsd a te békédben életünk napjait, ments meg minket az örök kárhozattól, és védj fel választottait körébe. Áld meg Istenünk bőséges áldásoddal ezt az áldozati adományt, tedd rendelésed szerint magadhoz méltóvá és előtted kedvessé, hogy legyen ez számunkra szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak teste és vére. Ő ugyanis szenvedésének előestéjén tiszteletre méltó szent kezébe vette a kenyeret, és szemét az égre emeltette hozzád az Istenhez, mindenható atyához, majd hálát adva áldást mondott, megtörte, tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik. A vacsora után ugyanígy tiszteletre méltó szent kezébe vette ezt a csodálatos kelyhet, majd ismét hálát adva áldást mondott, tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek, és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Íme hitünk szent titka. Megemlékezünk ezért, Istenünk, mi a te szolgáid és a te szent néped, fiadnak, Krisztus Urunknak áldott szenvedéséről, a halálból való feltámadásáról, dicsőséges mennybe meneteléről, és ajándékaidból felajánljuk magasztos fölségednek ezt a tiszta, szent és szeplőtelen áldozati adományt, az örök élet szent kenyerét és az örök üdvösség kelyhét. Nézd kegyes és jóságos szemmel és fogadd el, amint elfogadtad igaz szolgádnak Ábelnek ajándékát, ősatyánknak Ábrahámnak áldozatát és azt a szent és szeplőtelen áldozati adományt, amelyet főpapod Melkizedek mutatott be neked. Könyörögve kérünk mindenható Istenünk, szent angyalod vigye áldozatunkat mennyei oltárodra, isteni fölséget színe elé, hogy mi, akik erről az oltárról, fiat szentséges testében és vérében részesülünk, minden mennyei áldással és kegyelemmel elteljünk. Emlékezzél meg, Urunk, elhunyt szeretteinkről és jótevőinkről, akik a hit jelével előttünk távoztak el az élők sorából, és a béke álmát alusszák.
Kérünk, Urunk, hogy nekik, és minden Krisztusban elhunyt hívőnek, add meg a boldogságot, a világosságot és a békét a te országodban. Nekünk is, bűnös szolgáidnak, akik irgalmat bőségében bizakodunk, adj kegyesen közösséget szent apostolaiddal és vértanúiddal, Jánossal, Istvánnal, Mátyással, Barnabással, és minden szenteddel, és kérünk, bár meg nem érdemeljük, irgalmadból mégis bocsáss be minket szentjeid körébe. Istenünk, te mindezeket a javakat mindenkor Krisztus a mi Urunk által teremted, szenteled meg, élteted, áldod meg és adod nékünk. Ő általa, ő vele, és ő benne, a tiéd mindenható Atya Isten, a Szentlélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség, mind örökkön örökké. Üdvözítőnk parancsára, és isteni tanítása szerint, így imádkozunk. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól, adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, még reménykedve várjuk az örök boldogságot, és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét. Jézus Krisztus, kért hirdettek földnek, ezért kérjük, Urunk Jézus Krisztus, béke fejedelme, ne vétkeinket nézzed, hanem egyházat hitét, őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké. Az Úr békéje legyen veletek mindenkor. Köszöntjétek egymást a béke jelével.
Íme az Isten báránya, íme, aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akiket meghív asztalához Jézus, az Isten báránya. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlék óta jön, hanem csak egy szóval mond, és megjövődj az életem. Krisztus teste és vére. Ha nincs rá lehetőség, hogy valósággal megáldozz a szentmisén, áldozzál legalább szívedben és lelkedben, égő vágyakozással egyesülve az üdvözítő életadó testével. Szalézi Szent Ferenc. Jézusom Istenem,
Hiszem, hogy irántam való szeretetből szenvedtél és meghaltál a keresztfán. Hiszem, hogy az oltári szentségben jelen vagy, mert te mondtad, aki örökké igazmondó vagy. Jézusom, Istenem, mindennél jobban szeretlek. Teljes szívemből és minden erőmből szeretlek, mert végtelenül jó és szeretetre méltó vagy. Irántad való szeretetből szánom és bánom, hogy megbántottalak. De többé nem vétkezem, inkább meg akarok halni, mint vétkezni. Utánad vágyódik a lelkem. Jöjj Jézusom, jöjj szívembe és maradj velem. Átkarollak, mintha valóban bennem volnál. Örök hála jóságodért. Ámen. Könyörögjünk, kérünk Istenünk, járj előttünk mindig és mindenütt mennyei fényességeddel, hogy tiszta lélekkel szemléljük a szent titkot, amelynek részesévé tettél, és tiszta szívvel fogadjuk magunkba Krisztus, ami Urunk által. Imádkozzunk a Nemzetközi Eukarisztikus Kongresszusért. Mennyei Atyánk, minden élet forrása, elszent lelkedet, hogy az önmagát értünk feláldozunk, és az oltári szentségben velünk lévő Krisztus, elismerjük és egyre jobban szeressük. Úrunk és Mesterünk, barátunk és táplálékunk, orvosunk és békességünk, adj bátorságot, hét és örömét elvigyük minden emberhez. Hadd, hogy a készület ideje és az eukarisztikus kongresszus ünneplése
egész hívő közösségünk, fővárosunk, népünk, Európa és a világ. Kedves testvéreim, a víz megáldásának imádsága, a víz szentelés, amely által a természetes víz, immár szentelt víz, tartalmazza az úgynevezett exorcizmust, vagyis az ördögűzést a gonosz szellemeknek, a sátánnak távol tartását célozva. Így kértük Isten áldását erre a vízre, hogy egyúttal kérjük a gonosz távoltartását, önmagunknak pedig a tiszta élet ajándékát. Ezért szoktuk meghinteni magunkat szentelt vízzel, amikor belépünk ide a templomba, vagy távozunk innen, de főleg a belépéskor, hogy tiszta szívvel állhassunk az Úr színe elé. Ezért szoktunk szentelt vizet használni különböző dolgokhoz, megáldásokhoz, az otthonaink megáldásához is, hogy tartsa távol a rosszat, a gonoszt az Úr, az ő kegyelme, az ő szeretete, és őrizzen meg bennünket is a tiszta életben. Most a szentmisét követően a plébánia házszentelését fogom megtartani itt a templom előterében, a portaszolgálatnál. A templom épületünk sajátosságai miatt nem tudunk minden helyiségbe eljutni vagy elmenni. Természetesen, amikor egy egész épületre és annak minden helyiségére kérjük a Jóisten áldását, az így is érvényes és így is száll az áldás mindazon helyekre, ahol a közösségi életünket éljük, vagy ahol a hivatalos szolgálatokat, vagy médiaszolgálatot végezzük. Így hívlak most benneteket a Szentmise után a templom előterébe, erre a házszentelőre. A jövő vasárnap Urunk megkeresztelkedésének ünnepe lesz. Ez már egyúttal az évközi idő kezdete. Ezzel befejeződik a karácsonyi ünnepkör és a karácsonyi idő. Jó, hogyha ezeket a fogalmakat is ismerjük és helyesen értjük. A karácsonyi idő az az előkészület ideje, és a karácsonyi ünnepkör az az előkészület és a karácsonyi idő együttese, vagyis az adventi készülettel kezdődik már a karácsonyi ünnepkör, és a jövő vasárnap fejeződik be. Karácsony napjával, annak ünnepével kezdődik az úgynevezett karácsonyi idő, amely az ünnepi időszaknak az ünnepnapjait tartalmazza. Ez is befejeződik a jövő vasárnap, és megkezdődik az évközi idő. Most idén igen hosszú lesz a farsang, egészen március elejéig tart, akkor lesz majd hanvazó szerda, a nagybőjt kezdete. Szeretettel tájékoztatlak benneteket arról, hogy az új esztendőben megváltozik a plébániánk irodai szolgálatának rendje, illetve az ügyintézéseknek a módja, de ennek részleteit nem most hirdettem, hanem majd a jövő vasárnapon, és akkor tudlak mélyebben tájékoztatni erről benneteket. Mint ismeretes, megjelent az Angyalvár kiadványunk, illetve az Esztergom Budapest Főegyház megyei magazin, a templom előterében megtalálhatók ezek. És a Mincenti Alapítvány külön ajándékot is küldött, néhány éves naptárt, amely elvihető ugyancsak a templom előteréből, szép képes éves naptár.
Most tehát először a Szentmisének a befejező áldása következik, aztán elénekeljük majd a gazdagréti himnuszt, és azt követően egy népének kíséretében felvonulunk az előtérbe, a házszentelőre. Az Úr legyen veletek! Isten, aki a sötétségből csodálatos világosságára hívott meg titeket, árassza rátok jóságosan áldását, tegyen álhatatossá szíveteket a hitben, a reménységben és a szeretetben. Minthogy hívő lélekkel követitek Krisztust, a sötétségben felragyogó világosságot, aki ma megjelent a világban, ő tegyen titeket világossággá testvéreitek számára. Földi zarándoklástok végén pedig jussatok el Krisztushoz, akit a napkeleti bölcsek a csillagvezetése alatt kerestek, s nagy örömükre meg is találtak, mint az igaz világosságot. S áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. Szent mise véget ér, menjetek békébe. Végezetül azt is szeretettel ajánlom és hirdetem, hogy a házszentelőt követően innen az oltár mellől vihettek haza a szentelt vízből, akinél van megfelelő üveg vagy edény, illetve a hét folyamán is lehet vinni innen a templomból szentelt vizet otthonainkba. Szent Mihály arkangyal, védelmez minket a küzdelemben, a sátán rossz kísértése jelen légy otthonunk, esetleg meg éljük, parancsoljon meg is az Isten, egy mennyi zsérgeket beszélnek, a sátán és a többi rossz szellemek, akik a lelket beszélnek körül járnak a világban, Isten erejével taszítsd vissza a kárhozat fejére. Amen. Jézusom szent szíve, Szűz Mária kegyelmek anyja, magyarok szent őrangyala, Szent Pió és Szent Sárbel atya, mindnyájan szent angyalok és Istennek minden szentjei. A város Thank you.
Szentlélek nevében. Amen. Békessége háznak és minden lakójának. Bölcsek jöttek napkeletről Betlehembe, hogy hódoljanak az Úr előtt. Megnyitották kincses ládájukat, és drága ajándékokat adtak át, aranyat a fölséges királynak, tömjént az igaz Istennek, és mirhát az Úr temetésére. Alleluja! Imádkozzuk közösen a Magnifikátot, magasztalja lelkem az Urat, és szívem újjon üdvözítő Istenemben. Tekintetre méltatta alázatos szolgáló leányát, íme ezentúl boldognak hirdetnek az összes nemzedéket. Mert nagyot művelt velem ő, aki hatalmas, ő, akit szentnek hívunk. Nemzedékről nemzedékre megmarad irgalma azokon, akik Isten félő. Csodát művelt erős karjával, a kevékedőket széjjel szórta. Hatalmasokat előzött trónjukról, kicsinyeket pedig felmagasztal. Az éhezőket minden jóval betölti, a gazdagokat elbocsátja üres kézzel. Gondjába vette gyermekét, Izraelt, megemlékezett irgalmáról, melyet atyáinknak hajdan megígért, Ábrahámnak és utódainak mindörökké. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Bölcsek jöttek napkeletről Betlehembe, hogy hódoljanak az Úr előtt. Megnyitották kincses ládájukat, és drága ajándékokat adtak át. Aranyat a fölséges királynak, tömjént az igaz Istennek, és mirhát az Úr temetésére. Amen. Könyörögjünk. Istenünk, Te ma kinyilatkoztattad egyszülött fiadat a nemzeteknek a betlehemi csillag vezetésével. Kérünk, add kegyelmedet, hogy mi, akik téged a hitből már megismertünk, fölséges színed látására is eljussunk. Áld meg, kérünk, Urunk, a mi plébániánkat, közösségi épületeinket, áld meg ezt a hajlékot, a lelki közösség családi otthonát. Költözzék ide örökös boldogság, isteni áldás, tartós egészség, derűs öröm, termékeny szeretet, istenfélelem, békesség, tisztelettudás, tisztaság és mindenkor hála az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek. És ez az áldás maradjon meg ezen a házon, és hívő közösségünk minden tagján, az ide betérőkön és zarándokokon, Krisztus, a mi Urunk által. Amen. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Uram Jézus, légy velünk, mi egyetlenül lőnünk, nálad nélkül keserűség itt a földön életünk. Ó, egyetlen örömünk, Uram Jézus,
kérjünk. Mennyei atyánk, mindenható örök Isten, kérünk, hallgass meg könyörgésünket, és küldd el a mennyből szent angyalaidat, hogy őrizzék, ápolják, oltalmazzák, látogassák, s védelmezzék a mi lelki közösségünk családi otthonát, ezt a házat, és az ide betérőket, és a te áldásod maradjon mindenkor rajtunk, és maradjon rajtatok, az Atya, Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Mondjunk áldást az Úrnak. Istennek legyen hála. Imádjuk az Úr Krisztus.